Brüsszel célja, hogy Magyarországon szervilis kormány legyen szemben a nemzeti érdekek képviseletével, ezt mondta Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjúban. Egy korrupcióban szenvedő ország azonban, ahogy a kormányfő fogalmazott, nem előre megy, hanem hátra, mint az korábban a Gyurcsány-Bajnai kormány idején tapasztalható volt. Úgy tűnik, hogy több mint 10 évvel később a jelenlegi baloldali vezetés ugyanezt a politikát követné. A napokban Márki-Zay Péter ugyanis nyíltan hangoztatta, hogy az áprilisi választási győzelmük fő nyeremény lenne Brüsszelnek. Stefán Zoltán folytatja vendégével, elemzéssel. Jó reggelt kívánok neked és a kedves nézőknek is. A Nézőpont Intézet elemzője, R.D. Irezsőt Krisztián a vendégem. Jó reggelt kívánok önnek. Jó reggelt kívánok. Londonban hangoztatta ezt a baloldal közös miniszterelnök jelöltje, ahová Momentum szervezésében érkezett, és ahol Bajnai Gordon volt kormányfővel is tárgyalt. Ahogy a Márki-Zay Péter fogalmazott, az ország jövője előtt álló kihívásokról, majd erről is beszélünk, de először kérem arról, hogy az megfogalmazható, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a brüsszeli elit számára egy ideális tagállamnak? Alapvetően a kérdésre a válasz nagyon egyszerű, hiszen egy ideális tagállam az nem vonja kétségbe a Brüsszelnek az elképzeléseit, Brüsszelnek az elgondolásait. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak, hogyha Brüsszelben elhatározzák azt, hogy a migrációs válság kapcsán, vagy a migrációs válság okán felgyülemlő bevándorlókat kötelező kvóták alapján szétosztják az országok szerint, akkor egy ideális kormány nem azt mondja, mint amit Magyarország, egy Brüsszel számára ideális kormány nem azt mondja, amit Magyarország mondott, hogy akkor én határkerítést építek a déli határon, és megvédem az országomat, hanem megkérdezi, hogy hány bevándorlót küldtek. A migrációval kapcsolatban a magyar kormány az emberek véleményét is megkérdezte, ahogyan egyébként majd április 3-án nem csak országgyűlési választás lesz, hanem népszavazás is a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban. A népszavazás, mint a demokrácia legfőbb intézménye, így szokás rá hivatkozni. Mennyire gyakori, hogy ilyen kérdésekben az uniós államok megkérdezik a választópolgárokat? Hogyha kifejezetten ezt a kérdéskört nézzük, ezt a kérdéstípust nézzük, tehát a gyermekeknek a szexuális felvilágosítását, illetve az arra való jogot, hogy most kinek van erre joga, kinek van erre lehetősége, a szülőknek, vagy pedig különböző magukat civilnek mondó nem kormányzati szervezeteknek, akkor ilyen jellegű kérdést nem csak az Európai Unióban, de tudtommal a világon sehol nem tettek még fel a választópolgároknak. Ugye Nyugat-Európa országaiban, de meg egyébként Észak-Amerikában is nagyon sokszor azt látjuk, hogy különböző NGO-k szerveznek érzékenyítő tréningeket óvodásoknak, iskolásoknak, vagy akár középiskolában nagyobbaknak, viszont ez mindenféle felhatalmazás, vagy mindenféle kontroll nélkül történik. A választópolgárok nem mondtak véleményt arról, hogy ők ezt akarják, vagy nem akarják. Maximum úgy tudnak véleményt mondani, hogyha azt a kormányzatot, vagy olyan kormányzatot választanak, amelyik ez ellen kiáll. Erre egy példát tudok egyébként mondani, meglepő módon nem Európai Uniósat. Az Egyesült Államokban, Virginia államban volt egy kormányzóválasztás, ahol az egyik jelölt kiállt azzal, hogy már pedig ilyet nem lehet, tehát hogy LMBTQ érzékenyítést nem lehet az iskolákban tartani, és megválasztották kormányzónak. Ez egyfajta véleménynyilvánítás, de népszavazás formájában ezt a kérdést sehol nem tették még fel, amit most a magyar kormány feltesz a választópolgároknak. Ez mekkora fegyvertény egyébként, hogy egy kormány az emberek véleményére alapozva megy ki és képvisel egy véleményt az Európai Unióban, vagy ha úgy tetszik, akkor az Európai Unióban ennek milyen a fogadtatása, hiszen akkor azt nehéz negligálni azt a véleményt, ami az emberekre támaszkodik. Én azt gondolom, hogy önmagában hatalmas fegyvertény, tehát az, hogy van egy népszavazás a kormány háta mögött, amikor egy adott kérdésben ő az álláspontját képviseli Brüsszelben, azt józan ésszel valóban nagyon nehéz lenne figyelmen kívül hagyni és negligálni. Ezzel együtt azért azt látjuk a brüsszeli elit soraiban, hogy nekik van egy elképzelésük Európáról. Ugye az ő elképzelésük az egy európai birodalom. Láttunk már kísérleteket az európai birodalmakra a történelem során, és akik ezeket az elképzeléseket megfogalmazzák, ők más véleményeket nem igazán vesznek figyelembe, nem igazán vesznek számításba, hanem egyszerűen csak úgy vannak vele, vagy úgy vélekednek, hogy ez egy akadály, ami az útjukban van, és ezt az akadályt el kell takarítani, egyszerűen negligálni kell. Bajnai Gordon nem csak amiatt került a sajtó hasábjaira, mert hogy Márki-Zay Péterrel egyeztet, hanem a Városháza ügy kapcsán is. Gansperger Gyula az egyik kiszivárgott hangfelvételen baloldali üzletember beszél arról, hogy Bajnai Gordon a nyugati nagytőke magyarországi képviselője. Hogy neki milyen szerepe van a Városháza ügyben, illetve Márki-Zay Péter politikájában, arra megoszlanak a vélemények, hiszen már Bajnai Gordon cáfolja ezeket a vádakat, de ő volt már kormányfő egy válság idején, akkor válságot kellett kezelni, azt össze lehet hasonlítani a mostanival. Szerintem két dolgot nagyon fontos tisztázni. Az egyik az, hogy valóban Bajnai Gordon miniszterelnöksége az egy eklatáns példája annak, hogy létezik baloldali válságkezelés, és eklatáns példája annak, hogy mit ért a baloldal válságkezelés alatt. Ugye abban a válságkezelésben gyakorlatilag főeszköz az a megszorítás volt, és egyfajta fűnyíró elven történő pénzelvétel, 13. havi nyugdíj, és a többi, és a többi. És megmutatta a 2010 utáni időszak, hogy létezik egyfajta jobboldali kvázi válságkezelés is, ami nem arra épül, hogy elvegyenek az emberektől pénzt, hanem még egy olyan válság közepén is, mint a koronavírus válság, képes legyen a gazdaság kitermelni olyan javakat, mint például a 13. havi nyugdíjnak a visszaépítése, vagy a 25 év alattiaknak az SZIA-mentessége. Nagyon fontos különbség, amit érdemes látni, hogy az egyik politika, ugye ez a 2010 utáni, az a munkahely teremtésre épül, azt mondja, hogy minél többen dolgozzanak, és akkor minél jobban működik a gazdaság is. A 2010 előtti, az pedig igazából, ha nagyon szorosan a mélyére nézünk, az egy segélyalapú politika volt, ami arról szólt, hogy hát dolgozik, amennyi ember dolgozik, nagyon sok embert szociális transferekkel tartanak el. Ugye erre most is vannak törekvések a baloldalon, tehát azért tudunk olyan pártot, amelyik alapjövedelmet propagál, illetve még ehhez hasonló ötleteket. Tehát, hogy ez két nagyon eltérő, egymástól nagyon eltérő válságkezelés, ezt a kettőt a választópolgárok április 3-án össze tudják hasonlítani. Az elmúlt évtizedekben azt gondolom, hogy senki nem gondolt arra, hogy megvalósulhat az, amit az elmúlt hónapokban láttunk, jelesül, hogy videókon keresztül tájékoztattak európai polgárokat arról, hogy mit kell tenni, hogyha elfogy az energia, hiszen energiaválság van. Orbán Viktor kormányfő a rádióban is arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés záloga azok a hosszú távú gázszerződések. Mit gondol az Európai Uniónak, miért érdeke az, hogy az energiabiztonságot veszélyeztesse, hiszen ellenkező politikát folytat, ők nem támogatják a hosszú távú szerződéseket, ők inkább a piaci alapon való vásárlást. Szerintem itt egy ideológiai harc folyik. Ugye az Európai Unió nyugati államai, ők elindultak egy olyan irányba, amit ők klímavédelem szempontjából tartanak fontosnak. Félreértés ne essék, a klímavédelem fontosságáról én azt gondolom, hogy konszenzus van nem csak az Európai Unióban, de szerte a fejlett, sőt talán még a fejlett világon kívül is. Viszont abban van egy nagyon fontos különbség, hogy a nyugat-európai kormányok azok azt mondják, hogy meg kell emelni az energiának az árát, mert akkor majd az emberek kevesebb energiát használnak, esetlegesen a drágább megújulókba fektetnek be. Viszont a közép-európai, és ezen belül a magyar álláspont is, az eltérettől az azt mondja, hogy nem szabad hirtelen megemelni az energiárakat, mert az sem az embereknek, sem egyébként az iparnak nem jó. És ezért van szükség olyan hosszú távú szerződésekre, amelyek biztosítják azt, hogy mindig legyen megfelelő mennyiségű egyrészt gáz, másrészt pedig az atomenergia, amit hogyha Paks 2 kapcsán kiemelünk, akkor szerintem nem járunk messze a valóságtól, hiszen hogyha a gázra és az atomenergiára tud építeni a Magyarország, de Közép-Európa bármelyik országa, akkor egyrészt el tudja érni a klímasemlegességi célokat, másrészt pedig megmarad a folyamatos gázellátás. Ugye Nyugat-Európa éppen attól szenved, hogy nincsenek meg ezek a hosszú távú szerződések, és már 40% alatt vannak átlagban a nyugat-európai gáztározók, és különböző olyan problémák merülnek fel, amiket elképzelhetetlennek tartottak hónapokkal, de akár csak évekkel ezelőtt is. Itt a megvalósítás módjában van vita, és hát talán akkor az is látszik ebből, hogyha a politikai akarat mindenen átmegy, akkor ez mit okoz, hiszen Németországban például a megújuló energiák bevezetése vagy térnyerése miatt szénerőműveket kellett beindítani, ezzel nem, hogy a klímacélok nem teljesültek, hanem gyakorlatilag jóval több lett a szén-dioxid kibocsátás is. Hát ugye a szén alapú erőmű működésénél környezetszennyezőbbet mutatni, azt szerintem nagyon nehéz lenne. Tehát valóban itt van egy ideológiai elképzelés, ami félresiklott a Nyugat-Európa esetében. A Közép-Európa, illetve Magyarország esetében én azt látom, hogy egy pragmatikus hozzáállás van az orosz gázszállításhoz képest. Nyilván a Oroszországhoz képesti hozzáállás, abban is vannak viták Nyugat-Európa és Közép-Európa között, de az energiabiztonság területén én azt gondolom, hogy nem szabad ideológiai okokból kockára tenni azt, hogy az emberek fel tudják fűteni a lakásaikat, hogy az ipar az működni tudjon, mert ez annál fontosabb. R.D. Irezsőt Krisztiánnak köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.